A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok és boldog új évet! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőjét január 3-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy koncertbeszámolóval, egy kiállítással és könyvbemutatókkal várom Önöket. Tartsanak velünk! Négy év kihagyás után idén ismét együtt léptek színpadra a Herman László Zeneiskola második legnagyobb létszámú tanszakának diákjai. A 40 éves múlttal büszkélkedhető 100 hegedűs koncert című esten a legkisebbektől a legnagyobbakig mutatkoztak be a vonós tanszak zenész palántái. Ismét megrendezte az 1983 óta nagy hagyományokkal bíró rendezvényét a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. A 100 hegedűs koncert műsorában nem csak a hegedű szakos tanulók szerepeltek, hanem a brácsán, csellón és nagybőgön játszó fiatalok is. A műsort idén is úgy állították össze a szervezők, hogy kicsik és nagyok egyaránt színpadra léphessenek, és közös zenélésük által valóban közösségi élménynek lehessenek részesei. Ez a 100 hegedűs koncert az 1980-as években indult el ez a program. Igazából Bódi Árpád nevéhez fűződik talán, tehát ő volt a kezdeményezője. Ő valószínűleg többet is tudna erről a gyönyörűséges koncertről mesélni nekünk. Ma nagyon sok mindent fogunk hallani. Én azt gondolom, hogy a teljesség igényét céloztátok meg, annál is inkább, hiszen nem csak hegedűsök lesznek, hanem minden hangszer bemutatkozhat. Nagyon fontos az iskolának, a Herman László Zeneiskolának, hogy a vonós tanszak egészét bemutassa a város közönségének. Így a hegedűsök, brácsisták, csellisták és a nagybőgősök is részt vesznek. Nagyon fontos a Herman Zeneiskola, hiszen Székesfehérvár a kultúra városa is. Mennyire népszerű ma a zenetanítás, illetve a zenetanulás? Miként látod? Azt gondolom, hogy a Tálos Edit Alapítvány nevében a zeneóvis foglalkozások azok kiváló utánpótlási lehetőséget jelentenek számunkra, tehát a legkisebbeket próbáljuk megszólítani, és utána megnyerni magunknak a zeneiskolának. A pedagógusoknak, a szépszámú zenebarátnak, a növendékeknek, a töpörtyűktől a nagyocskákon át a fiatal felnőttekig megerősítést adott a jelenlévők felszabadult öröme, hogy a klasszikus vonós hangszerek megszólaltatóinak utánpótlása városunkban jó kezekben van. Nagyon különleges érzés ez a mai koncert, ugyanis éppen próbáltunk utána nézni, hogy mikor volt az első. És a rendelkezésünk álló adatok szerint 1985 májusában rendeztünk először ilyen produkciót, a 100 hegedűs produkciót, és hát el kell, hogy mondjam, hogy én abban, mint végzős zeneiskolás, még hegedültem. És most a próba előtt próbáltuk összeszedni, három olyan kolléga van a zeneiskolában, aki abban még, mint zeneiskolás hegedűs részt vett, abból ketten itt is vagyunk, és mint fölkészítő tanárok veszünk részt ebben az újabb 100 hegedűs koncertben. Úgyhogy ez számomra egy óriási öröm, és nagyon különleges időutazási élményt jelent. Persze azóta már jó néhány ilyen produkciót csináltunk, többek között itt ezen a helyen is, de az első gondolatom az öröm és kicsit a meghatottság, hogy majd 40 év távlatából ez a produkció még mindig létezik, és időről időre meg tudjuk csinálni. Reméljük, jól fog sikerülni ma este is. Kell tenni a hétköznapokon ahhoz, hogy egy ilyen találkozó valódi ünnep lehessen.
Hát először is ugye gondosan meg kell tervezni a programot, ezt a kollégáim már az év elején megbeszélték, és hát hetek óta zajlik a fölkészítés, külön-külön mindenki gyakorol a saját növendékeivel, és körülbelül egy 3 héttel ezelőtt kezdődtek az összpróbák, amelyeknek a végén hát összeállt ez a szászhegedűs produkció. Persze ne csak a szászhegedűsről beszéljünk, hiszen játszik a kis csellisták zenekara, játszik a Marcello cselló együttes, játszik a Musica Bella vonó zenekar, amelyet én fogok dirigálni, és lesz egy szép szóló cselló számunk is Fóris Abigail előadásában, és a műsornak úgymond a koronája a szászhegedűs produkció, amelyben jóformán a zeneiskola valamennyi hegedűs növendéke részt vesz. Szóval összefoglalóan több hónapnyi projekt munka eredménye lesz az, amit most a közönség látni fog. Az esten egy különleges meglepetés részese is lehetett a hallgatóság. A koncert zárásaként a vonos tanszék Színe Java együtt szólaltatta meg, az Elment a két lány népdalt, és közös játékukban csendült fel Beethoven örömódája. Via Lucis, a feltámadás, az öröm és a világosság útja címmel nyílt kiállítás Párkányi Rapp Péter és Sárba Katalin fotográfus műveiből a Vörösmarty Színházban. A feltámadás, az öröm és a világossága útja címmel nyílt meg Párkányi Rapp Péter szobrászművész és Sárba Katalin fotográfus fotókiállítása a Vörösmarty Színház galériájában. Az örömút 14 kőbe faragott stációja a feltámadt Krisztus találkozásait jeleníti meg egészen a mennybe menetelig, illetve a Szentlélek kiáradásáig. A fény útja megmutatja a feltámadás és a mennybe menetel közötti történéseket, ezzel jelezve, hogy Krisztus földi jelenléte nem ér véget a Golgotánál, hanem folytatódik. Párkányi Rapp Péter szobrászművész ezt ábrázolta és valósította meg Périföld Szentkereszten, ez hazánk első nagyszabású örömútja. Örömutat mutatunk be, az előzmény pedig az, hogy örömutat állítottunk. Péliföld Szentkereszten történt meg ez az örömteli esemény. 14 stációt készítettem el kőfaragó kollégáimmal. Ez a 14 stáció a keresztút mintájára született meg, és a keresztutat folytatja. Általunk már ismert eseményeket, epizódokat, történeteket mutat be. Ismerjük a Bibliából, illetve ismerjük ezeket a történeteket, stációkat, az elődeink, az elődeim, a képzőművészek által bemutatott, elkészített képekről. De mégiscsak Párkányi Rapp Péteresen, hogyha fogalmazhatok így. Én szobrász vagyok, és természetesen én a saját műfajomban a szobrászat eszközeivel készítettem el, és mutatom be ezeket a domborműveket. A domborművek tulajdonképp stélék, ezek elhelyezett kövek, melyekbe szövegek, feliratok és a történetek kerültek faragásra. A főszereplő természetesen Jézus, és Jézus útját mutatja be a feltámadástól a mennybe menetelig, illetve a Szentlélek visszaküldése a földig való stációt, és hát közben izgalmas képek jelennek meg, mint például Tamás, Jézus megjelenik Tamásnak, Jézus átadja a kulcsot Péternek, a tanítványok, 11 tanítvány megjelenik Jézusnak, és hát nem sorolom végig, de ismerősek lesznek a nézőknek ezek az események. Az alkotótársa ebben a mostani kiállításban Sárba Katalin volt. A Katalin és az én képeim között van egy felfogásbeli különbség. Ugye a domborműveket én, mint művész elkészítettem, és arról a 14 stációról legalábbis 14 objektív
képet készítettem. És a Katit megkértem, hogy vegyen részt ebben a fotó kiállításban, a fotó készítésében, hogy most a vegye át ő a művész szerepet, és mutassa be ő művészi szemszögből azokat a domborműveket, amelyeket én leginkább mint műtárgyakat raktam ki a falra. A Fehérváron látható fotókiállítás ezt az örömutat két művész szemén keresztül ábrázolja, hiszen a szobrászművész felkérte Sárba Katalin fotográfust a közös alkotásra. Érdekes egymásra találás volt Péterre, a sok éves munkakapcsolat fűz hozzá, és Székesfehérvárhoz is, hiszen itt a városban rendeztük néhány évvel ezelőtt Péternek az életművét bemutató kiállítását, a Hanyatló szárnyalót, amin nagyon sokat dolgoztam, illetve az ahhoz kapcsolódó katalógust is szerkesztettem. És hát néhány éve fotózom. Főként természetképeket, de szakmámból adódóan vonzódom a művészeti tárgyakhoz, és különösen a szobrokhoz, hiszen azoknak a sziluettjét, formáját lehet nagyon szépen megörökíteni fotóval, és ezt a Péter tudta. És amikor ő gondolkodott a Via Lucisnak a megalkotásán, és elkezdődött a szobornak az állítása, akkor felkért engem, hogy tartsak minden alkalommal vele, és örökítsen meg ezeket az alkotásokat úgy, ahogy én egy fotós vagy egy művész szemével látom. Hiszen ő a lelki tartalmát, a belső üzenetét adja vissza a stációk teljes ábrázolásával a fotóin. Én pedig olyan részleteket emelek ki a képekkel, ami számomra fontos, ami számomra hangsúlyos, és esetleg az egész képen nem biztos, hogy felfedezik abból a szögből azt a szépséget, amit én a helyszínen meg tudtam örökíteni. Mondhatjuk azt akkor, hogy Sárba Katalin volt a szubjektív hang? Abszolút, igen, igen, szabad kezet kaptam, nagyon sok kép készült, rengetegszer jártam Pégliföld Szentkereszten, hiszen egy erdő mélyen találhatóak az alkotások, mindig más-más fényviszonyok között láthatóak a stációk, ahogy halad a nap, ahogy haladunk előre az évszakokban, ezért igényelte a helyszín a sok jelenlétet, és a rengeteg képből én készítettem egy válogatást, amit utána átnéztünk a Péterrel, és egy-két ponton voltak javaslatai, de nagy örömömre egyetértett vele. Párkányira Péter az objektív hangot képviseli fotóival, míg Sárba Katalin a szubjektív válaszokat láttatja képein keresztül, kiragadva a lírai részleteket, erőteljes fényárnyék játékot megjelenítve. A tárlat az idei esztendő végéig látogatható. Bemutatták Arató Antal könyvalbumát, amelyben a kiváló grafikus Perei Zoltán munkásságát elemzi. A bemutató vendége Elsimon László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója volt. A Szent István Művelődési Ház adott otthont Arató Antal új reprezentatív könyvalbuma bemutatójának. A Perei Zoltán 1913-1992 grafikái című kötet, amértatlanul elfeledett kiváló grafikus munkásságát elemzi. Arató Antal az album megalkotója elmondta, évek óta dolgozott azon, hogy a grafikus életének munkásságát egy albumba rendezze. Remélem hiánypótló összefoglaló a munkásságáról, annál is inkább, mert ő saját életében sem nagyon ismerték el. Egyedül Subka Magdolna művészettörténész, aki szinte egész életét a méltatlanul mellőzött alkotók népszerűsítésére fordította. Így például az Abbanovák pannókat is őneki köszönhetjük. Ő írt róla egy-két kis megnyitót, előszavat általam szerkesztett kiadványaihoz. Amúgy ő is egy teljesen visszahúzódó természetű ember volt, aki ugye kiment 56-ba Angliába, ott újra nekiállt dolgozni, kialakította a sajátos fametszői stílusát olyannyira, hogy már megbízást kapott Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című könyvének illusztrálására
szerepel is a belső címlap, meg néhány illusztráció a könyvben. Budai Györgynek a világhírű, akkor már régóta Londonban élő magyar grafikus művésznek az ajánlására. Tehát úton volt a sikeres befutás, amennyiben nevezhetjük így, érvényesülés útján, amikor édesanyja megbetegedett, és 63-ban, amikor volt egy ilyen amnestia, és hazajött Magyarországra. Itt persze nem különösebb lelkesedéssel fogadták, mint hogy megírtam, 3 évig kellett várni, amíg egy kisebb kiállítást csináltak neki egy könyvesboltban. Na, mindegy. Én véletlenül fedeztem fel, élet és irodalomban jelentek meg a kis grafikái, és annyira megtetszettek, akkor már Jászberénybe csináltam kiállításokat, hogy írtam a szerkesztőségnek, hogy közéjék már a címét, mert szeretnék neki kiállítást rendezni. Hát kiderült, hogy ide is úgy kerülhetett be, hogy a Nagy Lászlóval nem is egy évfolyamban, de együtt jártak a költővel a képzőművészeti főiskolában, aki grafikus is volt, és hát a régi ismeretség kapcsán ő a kortársnál dolgozott, hozta az illusztrációt. Írt is nekem levelet, hogy nagyon fontos ember, és sajnos ezeket nem őriztem meg. Na így aztán elmentem hozzá, azt mondta, hogy mindent vállal, de a zsűrizésre meg ilyesmikre nem megy el, mert ez méltánytalan. És akkor így lettek kiállítások, és hála Istennek megőriztem minden levelét, és a kiállításokkal összefüggő dokumentációt. És amikor nyugdíjba mentem, hát mit csináljak, megőrül az ember, ha nem csinál valamit. És nekiálltam, összeszedtem Szombathelytől Miskolcig a összes képét, beszkenneltettem, lefotóztattam sorozatairól, adattárat állítottam össze. Hát így jött össze a könyv. A könyvet L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója mutatta be, aki kiemelte, hogy a grafikus, aki 1950-ben a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait, majd 1956-ban előbb Franciaországba, később pedig Angliába emigrált, 1964-es hazatérése után fametszeteivel új stílus teremtett hazánkban, de ennek ellenére nem ismerték el munkásságát. Egy rendkívül nehéz műfajról van szó, hiszen a 20. századnak nem a fametszetek az autentikus kifejezési formái, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy Berei Zoltán esetében, ahogyan a vele egy időben élt és alkotott Budai György esetében, az látszik, hogy egy nagyon ősi önkifejezési formát, egy olyan képzészeti technikát, amelyet sok-sok évszázadon keresztül használtak, képes volt újraértelmezni. Tehát a 20. század vizuális elvárásaihoz és önkifejezési formájhoz igazítani. Berei Zoltán a 20. század egyik nagyon jelentős magyar grafikusa, aki hihetetlen termékeny volt és rendkívül szorgalmas, óriási egy munkabírás kellett ahhoz, hogy ennyi témát, ennyi ötletet és ennyi motivumot fába véssen, és utána ezekből aztán elkészítse a nyomatait. Ez a sokszorosító kis grafika műfajának az egyik legnehezebb és legmunkaigényesebb formája. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója Arató Antal ennek az életműnek a jelentőségére fölhívta a figyelmet. Az a kötet, amelyet bemutatunk, amely elkészült, egy vizuális megjelenését tekintve is nagyon igényes, nagyon fontos kötet. Az életmű egészét már csak annak terjedelme miatt sem lehet összefoglalni egy kötetbe, de Tóninak sikerült az, hogy olyan átfogó képet nyújtson, olyan válogatást mutasson be ebből az életműből, amelynek minden részletére rámutat. És az életműnek van számunkra itt Fejér megyében egy külön vonatkozása is, hiszen sok-sok tematikus blokkra is osztható az, amit Perei Zoltán csinált. Az egyik, amit kiemelnék, azok a műemléképületeknek, kastélyoknak az ábrázolásai. Ezek többsége, amit elkészített Fejér megyéhez kötődik, a Martonvásári, a Fejérvárcsurgói kastély, ezekről nagyon izgalmas fametszetet készített. A másik pedig
az ókori római régészeti leleteknek a feldolgozása. Ez egy önálló kötetet megér, és ezt azért mondom, mert Arató Antal inspirálására én már régóta foglalkozom a kérdéssel, és tervezzük azt, hogy ebből is legyen majd egy önálló kötet. Ezek között nyilvánvalóan olyan leletek is vannak, amelyeket itt a mi megyénkben, például Gorziumban, tehát szomszédságában találtak meg. B. Subka Magdolna, kiváló művészettörténész, aki Perei Zoltán munkásságát mélységében is elemezte, így fogalmazott róla. Ez a művész az ember és világa iránti legbensőbb rokonszenvét fában róttan, a pásztorfaragványok szűkszavú tömör formáiba rejti, s róla hírt hoz, amikor az egyszerű ember nagy sóvárgásait mítoszba öltözteti. Szintén egy könyvbemutató, Mayer Tamás úri passzió interjú regény Arató Antallal című új kötete. Azt hiszem, hogy méltán tartott nagy érdeklődésre számot. A könyvből ugyanis az olvasók megismerhetik a címzetes könyvtárigazgató legenda életét. A Vörös Marti Társaság dísztermében nagy érdeklődés mellett Kozári Ferenc színművész értő moderálásával a könyv főszereplője jelenlétében mutatták be Mayer Tamás, a kivételes tehetségű újságíró, úri passzió, interjúregény Arató Antalla című kötetét. Az élvezetes diskurzus előtt Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, és Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Nagy öröm, hogy köztünk van Tóni bácsi, várjuk, és lehet látni a Vörös Marti terem széksorain is, hogy mekkora várakozás, mekkora az érdeklődés a könyvbemutató iránt. Ez egy nagyon szerencsés pillanat, hogy Mayer Tamás és Arató Antal találkozott, és Tóni bácsi az életéről, a fehérvári emberekről, a fehérváriságról sztorizik, mesél, mert ugye 90-es évek elején került a városba, 94-től a Vörös Marti Mihály könyvtár, akkor még megyei könyvtár igazgatója lett, de gyakorlatilag ő bele robbant a fehérvári kulturális életbe, könyvterjesztésbe, ismeretterjesztésbe, és hát egyik unikus alakja a városnak. És nagyon szeretjük, meg örülünk, hogy van. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy. Mayer Tamás tisztelettel és játékossággal ötvözi a legenda rendkívüli életútját, megmutatva, elmesélve mindazt, ami egykoron természetes, ma még valóságos, de holnap már egyfajta történelmi lecke lesz. Arató Antalhoz néhány évvel ezelőtt, talán 2014-2015-ben bejáratos vendég lehettem, vagyok azóta, és beszélgetések során hát nagyon kedvel hallgattam az anekdotáit. Nekem régi időkről, nekem szinte csak könyvekből ismert időkből, és ezeket a sztorikat úgy gondoltam, meg úgy gondoltuk közösen, hogy érdemes lenne egy könyvbe fűzni, hogy hát megmaradjanak, meg még erőteljesebben hatnak így együtt. Ugye ez egy munkafolyamatról beszéltél most, de ennél sokkal több, hiszen én nagyon is jól tudom, hogy azért a mélységeket is sikerült megszólítva a Tónit megtalálnotok. Igen, bár alapvetően ez egy derűs könyv, egy nagyon jókedvű könyv, ezzel együtt igen, vannak benne olyan, hát akár tragikus fordulatok is, ott kezdeném, hogy ugye 9 éves volt Tóni, amikor őt kitelepítették a családjával együtt Budapestről Jászapátira, nyilván hát olyan bűnök miatt, amit a gyerek lelkét nyilvánvalóan nem nyomták. És hát persze, aztán az életnek a döccenők és ugratók is voltak benne, úgyhogy vannak benne szomorúbb esetek, vagy éppenséggel. Olyan esetek is vannak, hogyha mélységekről beszélünk, ami mondjuk a Tóninak és a hittel való kapcsolatáról, vagy a kapcsolatába ad egy kis betekintést. Hogyan és miként ajánlanád ezt mindazoknak, akik még nem ismerik, illetve ismerik, csak ezeket a mélységeket nem tudják még? Hát én a könyvet úgy ajánlanám, hogy nem is kell feltétlenül ismerni Tónit ahhoz, mert Aratóni itt tulajdonképpen egy főhős. Akár lehet olvasni úgyis, mint egy regényt, egy 20. században játszódó regényt, így is azt gondolom, hogy izgalmas, élvezetes olvasmány lehet bárkinek, mondom, annak is, aki nem fehérvári, annak is, aki nem ismeri őt személyesen.
Ara Tóni, ahogy az irodalmi körökben nagy szeretettel szólítják, olyan világban alkotott maradandót, ahol már nem volt elég a könyv szeretetéről csak beszélni, tenni is kellett érte, hogy a felgyorsult világ mindennapjaiban is megbecsüljük a leírt gondolatok mindenek felettiségét. Meglepett egy kicsit most. Az az igazság, hogy ő felolvasta nekem a fejezeteket, mert már nem tudok olvasni. Nem is gondoltam, hogy ilyen érdekes lesz a maga módján. És az az igazság, hogy ez nem elsősorban rólam szól. Szüleimről, nagyapámról, édesanyámról, barátaimról, a cegnadrág, büszke fiai lovagrend tagjairól, ahol én fősáfár vagyok, kérlek, Aláson, itt van a nagymester és a nagykomtúr barátom. Hát ilyen humoros és kevésbé humoros eseményekről, mint például a kitelepítés, de akár a székesfehérvári munkásságon, Jász Berényi munkásság, Széchenyi könyvtárba, Erdély utaim, elsőként én vittem ki könyvadományokat még teherautóval a rendszerváltás előtt Erdélybe. Szóval, amit úgy talán érdekesnek találtam, vagy a Tomi is annak talált, és aztán annak megfelelően kihúzta, megszerkesztette. Emberöltönyi távolságból mondhattad el, hogy mi volt itt Fehérváron, amikor megérkeztél, és azt a több mint 30 évet. Milyen volt számodra az a 30 év? Végül is kellemes volt, és csak sok barátokra tettem szert. Bizonyára a munkásságom is a maga módján eredményes és érdekes volt. Hamar bekapcsolódtam a Vörösmarty Társaság és egyéb társulások életébe. Azt hiszem sokfélét, sok mindent dolgoztam, kiállításokat szerveztem, író-olvasó találkozókat, könyvheti pikniket, könyvhetet és így tovább. Egy bizonyos Arató Antal, akit már eddigi munkássága is örök létre kárhoztatott, Májer Tamással együtt jól óra tett, amikor elfogadták a Vesszőparipa kiadó ajánlatát az Úri Passió megjelentetésére. És még egy könyv megjelent, Román Károly Múltban néző című kötete, a Vörösmarty Színházban a neves irodalomtörténész özvegye, és a kötet szerkesztője mutatta be a kiadványt. Múltban néző címmel jelent meg Román Károly összegyűjtött, eddig nem publikált írásait tartalmazó kötete, amelyet nagy érdeklődés mellett a Vörösmarty Színház kávézójában mutattak be. A Vörösmarty Társaság gondozásában napvilágot látott könyvről annak szerkesztője Pémaklári Éva beszélgetett a szerző özvegyével, Román Károlynéval. A kitűnő tanárt, az irodalomszervező, tanulmányokat, esszéket író Román Károlyt sokan ismerik. De azt, hogy ő novellákat, regényt, drámákat, verseket írt, az tulajdonképpen eddig titok volt, mert ő ezeket a könyvszekrénye fiókjaiba rejtette. Hogy meg akart-e valaha jelentetni? Nem tudom. De szerencsége, Éva, a felesége összegyűjtötte ezt az anyagot, és úgy határozott, hogy a családnak és a Vörösmarty Társaságnak az összefogásával megjelenteti, és az olvasók asztalára teszi. Most a könyvnek nagyon érdekes a címe, Múltba néző. Miért? Mert Karcsi ebben az 50-es éveket idézi. Azoknak az embereknek állít emléket, akik akkor éltek, az ő tragédiáikat és a megpróbáltatásaikat dolgozza fel. De nehogy azt higgyük, hogy csak politikai szint van ebben a könyvben. Nem. A családok egymással való vetélkedését, a házasságot, a férfi-nő kapcsolatot, a család gyermekkapcsolatot, a féltékenységet is megrajzolja. Tehát egy hallatlanul izgalmas olvasmány. És én mindenkinek ajánlanám, az idősebbeknek azért, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik akár gyerekként vagy ifjúként átéltek hasonló traumákat, a fiataloknak pedig azért, hogy ismerjék meg, hogy a szüleiknek, a nagyszüleiknek mennyire nem volt vidám az élete. A Múltban néző a legendás tanár és irodalomtörténész özvegyének köszönhetően jelenhetett meg, amelyben az eddig fiókban őrzött novelláit, verseit, színpadi műveit veheti kézbe az olvasó. Onnan jött a gondolat, hogy rendezgettem az itt maradt dolgokat a halála után, amíg hát tudtam a szememet használni, mert meg kellett operáltatnom, hogy olvasni tudjak. És
ahogy nézegettem, összeállt előttem egy csomó olyan dolog, ami nem látott napvilágot, nem ismerték az emberek, én magam se, és annyira a múlt századnak a jellemzőjét, a, hogyan is tudjam mondani, hogy a gondolkodás módját, a figurákat, amik már a mai rohanó világban nem léteznek, nem is ismerik sokan. Szóval egy ilyen láncolat a korról állt össze, és miután a Bobori Zoltán említette, hogy emléktáblával kívánnak emlékezni a halála 5. évfordulójára, belőlem kibukott, hogy te, én is éppen azon gondolkodom, hogy lehetne megmenteni valamit, és akkor a rendelkezésemre álltak, és kiadták ezt a könyvet. A bensőséges hangulatú találkozón Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke emlékezett a csupa nagybetűs tanárra, akinek köszönheti irodalmi munkásságának elindítását is. Barátként is rendkívül nagy tisztelettel őrzöm az emlékét, és hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezt mondhatom, hogy a tanár úr engem barátként kezelt. Hosszú-hosszú évtizedes kapcsolat ez, amiből aztán természetesen egy ilyen nagyon nagy megtiszteltetést jelentő barátság lett. Megdöbbentem most délután, hogy rendezgettem a gondolataimat, hogy ez bizony több mint 60 esztendős ismeretség közöttünk. Egészen fiatal gyerek voltam, amikor Roman Károly tanár úr engem zsűrizett egy versmondó versenyen, és hát azóta rengeteg találkozás és rengeteg szál szövi be ezt a barátságot. Nagyon örülök annak, hogy most ez a könyve megjelent, és itt is, így is emlékezhetünk rá. Szikora János a teátrum igazgatója köszöntőjében nem titkolta, Veretes színházi pályafutásának egyik csodája volt, amikor megkapta a román tanár úr által színpadra alkalmazott Sobor Antal regény, a Perely Uram szövegkönyvét, amelyet aztán nagy sikerrel mutattak be. Nem ismerhettem személyesen a tanár urat, de ez az ismeretség egy kései találkozásnak köszönhetően mégiscsak valamiképpen árnyalódott, hiszen az ő dramatizálásában elkészült Perely Uram című produkció megnyitotta számomra egy világot, egy szellemi világot, amely addig nem fehérvári lakosként, nem tőzsgyökeres fehérváriként zárva maradt előttem. És ez tulajdonképpen Székesfehérvárnak az a szellemi élete, amelyet azok az irodalmárok jelentenek, akiket a Vörösmarty Társaság gyűjt egybe. Az egy regényrészletet és három drámát tartalmazó kötet azt a már-már elfeledett világot tárja elénk, amikor az egyszerű életet élő emberek kétségbeesését, hitét, kiszolgáltatottságát nem enyhítették az ünnepek sem. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.